Ma parlamenti ülés volt, egy rendkívüli parlamenti ülés, amit az ellenzék hívott össze azért, hogy a kisgyerekes családoknak a kilakoltatását állítsa meg a magyar kormány. Hát sajnos természetesen nem jött el a Fidesz-KDNP, a kormányból aztán már végképp senki se, így hát még a napirendet se tudtuk megszavazni. Ami hát őszintén szóval botrányos, hiszen ugye a kormány itt folyamatosan azt állítja, hogy Magyarországon minden rendben van, és hát fantasztikus itt élni. Ehhez képest emberek tömegeit telepítik ki a saját lakásukból, úgyhogy egyébként még a hiteleik is rajtuk maradnak. Tehát hiába veszik el a lakásukat, attól még nekik a hiteleiket fizetni kell tovább. Egészen cinikus ez a hozzáállás, és hát nyilvánvalóan embertelen ez. De hát nem csak ez történik Magyarországon most, hanem az is, hogy például a házelnöke Kövér László úr homofób kijelentéseket tesz. Nyilvánvalóan elfogadhatatlanok, és hát ugye Törökszent Miklóson hosszú idő után újra egy náci vonulás lesz. Azt gondolom, hogy ez nem véletlen, a Fidesz-KDNP arra játszik, hogy az emberek nagy nyomorral foglalkozzanak, hanem egymásra kessenek, a különböző társadalmi rétegek egymásra úszítják. Ezért azt gondolom, hogy erre nemet kell mondani, ezt nem szabad hagyni, ezzel minden eszközzel küzdeni kell, ezért a Magyar Szolidaritás Mozgalom nevében mi ott leszünk Törökszent Miklóson, és hát valamifajta demonstrációval ellen fogunk tartani ennek a náci vonulásnak. Hát ez van, ez a helyzet, őszintén szóval túl boldogok nem vagyunk ettől, hogy ezt kell csinálunk, de itt vagyunk ebben az országban is, az ország a miénk is, és nem hagyjuk, hogy bárkit, akár a bőrszíne miatt, akár a vallás, akár a nemi orientációja miatt bántsanak, fenyegessenek. Ez elfogadhatatlan, ezt nem engedjük. Kedden, este 7-kor mi is ott leszünk Törökszent Miklóson.